Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Azt írja a Magyar Hírlap, kormányzati forrásokra hivatkozva, így aztán már szinte el is hisszük, hogy ez így lesz, hogy változni fog a trafikokra vonatkozó törvény, ami egyébként még akár logikusnak is tűnhet, mármint a változtatás szándéka, ha igaz, mert hogy a törvény alapcélja a kiskorúak védelme, most, tehát eddig olyan formában nem valósult meg, hogy iskola mellett nem lehet trafikot nyitni, most állítólag azt is módosítanák, de még azt is módosítanák, hogy 2500 négyzetméternél nagyobb boltoknak ne lehessen dohányboltja. Vadai Ágnes a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hogyha mindez igaz, amit a Magyar Hírlap megtudott, akkor mit gondol ez most? Miért? Miért pont most? Vagy tehát volt idő gondolkodni azon, hogy mitől lenne ez a legjobb ez a törvény, és ezek nagyon fontos módosítások. Nyilván volt egy próbaüzem, egy pár hét hónap, és rájöttek, hogy nincs annyi bevétel, amennyit a fideszeseknek szántak, és akkor még mindig azokat egy kicsit, akik esetleg ebben konkurenciát jelentenek, akkor most azokat ki kell nyírni. De ez az egész törvény, ennek az egész trafikügynek semmi köze sincsen a kiskorúak vagy a fiatalkorúak védelméhez, amint a dohányzást illeti. Ez egész egyszerűen ez a Fidesznek a mutyia. Szerintem egyszerűbb lett volna, és világosabb, és talán tisztességesebb is azt egy olyan törvényjavaslatot benyújtani, hogy egyébként a Fideszhez közeli haverok nyerik meg a rokonok nyerik meg ezeket a koncesziókat, és egyébként más ne próbálkozzon ezzel. Ez így tisztességes. Hát legalább ennyi tisztesség szorulhatott volna beléjük, hogy elbábozzák itt nekünk, hogy akkor most akkor megvédjük a fiatalokat, miközben tényleg a gyerekek iskolák mellett nyíltak trafikok, egyébként bárki nyugodtan be tud menni. Az elmúlt hetek rejtett kamerás felvételi azt mutatják, hogy kiszolgáltak fiatalkorúakat, és egyébként pedig tényleg agyrém az egész. Hát szerintem tisztességesebb, még nekik is, tehát ez még talán a Fidesz is képes erre ilyen szintű tisztesség, hogy azt mondja, hogy olyan törvényjavaslatot nyújtok be, beleírjuk, Fideszes nyerhet, és na, akkor ez jó, világos. Hát persze, pont így szokták a törvényjavaslatokat megfogalmazni. Azt kell mondjam, hogy ez az egyszerű. Tehát most így másokat rászedni arra, hogy akkor írjanak pályázatot, meg akkor demokratikusan ezt így eldöntik, és akkor azt a pályázatokat megsemmisítik, vagy eltüntetik. Tényleg azt hiszem, hogy ez prototípus. Tehát ma Magyarország így működik az Orbán kormány alatt. Jó, de amit mond, abban meg én nem látok logikát. Azt mondja, hogy rájöttek arra, hogy vannak olyan fideszes barátok, üzletfelek, rokonok, nem tudom kik, akik mégse tudtak annyit kaszálni a trafikon, és akkor most az ő javukra megszüntetnek valahol máshol. De pont ez a 2500 négyzetméternél nagyobb boltok dohányboltjainak a betiltása. Hát az egyik legnagyobb üzletlánccal pont Mészáros Lőrinc és az ő családja vagy családtagjai szerződtek le. Mészáros Lőrincről meg nem azt tudjuk, hogy Orbán Viktor legnagyobb ellensége lenne. Biztos vagyok benne, hogy tehát nem vész el ez a javaslat, csak majd átalakul. Tehát látunk már ilyet, hogy mire odaérünk, majd beleírják, hogy hát egyébként nem tudom, hogy kivéve, javaslom, inkább írják be. Tehát ne gondolkodjanak, írják, hogy kivéve a felcsúti haverok. És akkor szerintem rendben lesz. Nyilván mi nem fogjuk megszavazni, ők lelkesen megszavazzák majd a parlament és tapsolnak. Még egyszer mondom, te persze ilyen cinikusan hangzik, amit én mondok, de így történik Magyarországon, nem csak a trafikügy, minden ügy, de ez egy ilyen prototípus, egy ilyen állatorvosi lóeset, amin hát dolgozgatnak, toldozgatják, foldozgatják, de a dolog mégsem arról szól, ami az eredeti cél, hogy egyébként a dohányzást megpróbálja visszaszorítani a kormány. Ez arról szól, hogy van egy nagy piac, amit szét kell osztani a haverok között. Jó, tehát a számokat néző, hogy 40 ezer helyett most 5 ezer helyen lehet cigarettát kapni, akkor az egyszerűen a számok törvény alapján biztos, hogy rossz hatással van a dohánytermékek forgalmazására, tehát nem lehet olyan könnyen kapni cigarettát, akkor bizony eltántoríthat a vásárlástól embereket. Meg kellene kérdezni egyrészt azokat, akik átjárnak a szomszédos országokba, meg szerintem hát a belügyminisztériumnak lenne egy dolga, hogy vizsgálja meg a csempészetet, mert azt hiszem, hogy egyébként ennek a gazdaságnak egy jelentős része átment a szürkébe, de leginkább a fekete gazdaságba. És ebből nyilván hiányozni fog adóbevétel Magyarországon. Tehát azért ez egy tény. Másodszorban, aki dohányzik, az úgyis megtalálja a módot arra, hogy egyébként vásároljon magának cigarettát. Hozzáteszem, hogy például még a benzinkutakon árusítottak, az tipikusan nem az a hely, ahol egy 18 éves úgy besétál a benzinkútra vásárolni cigarettát, igaz? Hát nem, ugye, 18 éveseknek már ugye, autójuk van, és akkor mellett tankolni vesznek cigit is. Azt nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy miért van az, hogy például ott lényegében majdnem teljesen megszűnt. Mikor egyébként az tipikusan az a hely volt, ahova jellemzően egy 18 év alatti,
az nem kifejezetten egyedül mászkádra. Ja, én mindig itt a 2500 négyzetméternél nagyobb boltokra vagy boltoknál akadtam meg. Tehát, hogyha Orbán Viktor vagy Felcsút polgármestere és annak családja, Orbán Viktor személyes jó barátja eddig egy ilyen nagy hálózatot üzemeltethetett, mert nyert, hát akkor ez most akkora kiszúrás vele, vagy akkor vannak kisebb boltok, ahol még jobb haver van, ami nem éri el a 2500 négyzetmétert, mert én már ezen gondolkodtam. Először is nem vészel, csak átalakult, tehát biztosan bele fog kerülni egy olyan passzus, láttunk már ilyet, talán a plázastoknál, emlékszik. Igen. Hát ott is volt ez a kivéve a haveri kör, nagyjából a CB-je. Tehát ugye ott mindig volt ilyen kivéve. Az összes ilyen Lex, nem tudom én, Borkaitól, Lex Szapárig bezárólá, mindig volt kivétel. Ez az egyik. A másik pedig, azért ez a kormány, ez arról hírhet, hogyha valakinek, hogy mondjam, éppen kellemetlen 5 percet okoz saját híveinek, akkor kitalál egy olyan bizniszt, ahol kellemes 100 évet szerez neki. Tehát én azért nem izgulnék sem Orbán Viktor barátaért, sem családtagért, és sem Felcsút polgármesteréért sem, mert azt gondolom, hogy ők azért az elmúlt években szépen, biztosan gyarapodtak, közben persze elfelejtettek szétnézni az országba, és megnézni azt, hogy a magyar polgárok meg milyen szépen, idézőjelbe, de gyorsan elszegényedtek. Na de még azt sem értem, hogyha igaz a mostani módosítási szándék, amit olvashattunk, akkor oktatási, nevelési intézmények 100 méteres körzetében nem lehetne trafikot üzemeltetni. Az OVB meg ma dobott vissza, most a másodjára egy olyan népszavazási kezdeményezést, ami 650 méter, tehát hogy tehát akkor most ez még szigorúbb lenne, az OVB egy lazábbat nem enged át, és az OVB-sben sem hiszem, hogy csupa Fidesz ellenség ülne, és akkor nem, hát biztos nem szóltak az OVB-nek, hogy van egy ilyen törvényjavaslat, mert szóltak volna, akkor lehet, hogy elfogadják. Tehát lehet, hogy itt probléma volt a kommunikációban, de még egyszer mondom, határozottan nem izgulnék értük, azért nem izgulnék értük, mert egyébként a végén meg fogják oldani maguknak ezt a bizniszt. Ami pedig az ilyen kiszivárogtatásokat, kormányközeli információként jelenti, azok általában soha nem ebben a határozott formában jelentek meg, hanem a végre tényleg mindig úgy módosultak, hogy az vagy a Fideszt, vagy a Fidesz közeli cégeket, Fidesz közeli embereket, üzletembereket segítette. Ami azt hiszem, hogy talán még nagyon sok fideszes szavazó számára sem elfogadható. Legalábbis a normálisabbja számára nem fogadható el. Mert ez itt mindannyiunk országa. Ebben mindannyiunknak kell találni helyet. Ma meg úgy néz ki, hogy ha építkezés, akkor közgép, ha biztonsági terület, akkor nyilván a civil biztonsági ZRT, ez amit minden visz. Ha nem tudom én, trafik, akkor meg a fideszes rokonok, haverok. Szóval ez így nem normális. Egy nagy falatnál a földekről beszélünk mindjárt Szabó Rebekával, de egy mondat erejéig Gyurcsány Ferenc a mai ellenzéki együttműködésről nem túl pozitív szavakat fogalmazott meg és mondatokat. Hát végre összebékültek, vagy beensimítottak mindent, akkor miért nem tetszik ez a demokratikus koalíciónak? Inkább azt mondanám, hogy némi keserűség van bennem is. Az elmúlt napokban nagyon-nagyon sok baloldali szavazó megkeresett bennünket, akik egy dolgot szeretnének. Ez pedig az, hogy az ilyen mutyik, az ilyen ország, amiért Orbán épít, az ne legyen többé. Hogy ez itt egy szabad, nyitott, szolidáris Magyarország legyen. Ahhoz pedig az kell, hogy minden erőnek össze kell fognia. Mi mindig végig azt mondtuk, összefogás kell az ellenzéki pártok között. Egy közös miniszterelnök jelöltel, közös listával, közös képviselőjelöltekkel. Talán folytatni kellene tárgyalásokat, és megérteni azt, hogy ez itt nem rólunk szól. Nem a DK-ról, nem az MSZP-ről, nem az Együttről, nem a benne ülő politikusokról, nem Vadai Ágnesről, nem Mesterházi Attiláról, Bajnerről, a Gyurcsány Ferenc, és még sorolhatnám a politikusokat. Ez az országról szól, és nekünk óriási felelősségünk van abban, hogy Orbánnak ezt a rendszerét közös erővel eltakarítsuk, és építsünk egy normális Magyarországot. Tudja, egy olyan unalmasat, ahol nem minden nap a politikáról kellene beszélni, hanem sokkal szebb és jobb dolgokról. Én nagyon bízom abban, hogy és amikor mondhatom, hogy a fiúkban van bölcsesség megérteni azt, hogy ez sokkal többről szól, mint arról, hogy 2014 után ki lesz a miniszterelnök a mi oldalunkra, mert mi azt szeretnénk, hogy a miniszterelnök ne fideszes és ne náci legyen, hanem a mi oldalunkról jön, és ebben nekünk aztán édes minden. Hát ők is ezt szeretnék, és azt mondják, hogy majd a szavazók eldöntik, hogy kinek a listájára adnak több szavazatot. De hát akkor majd a fiúk elmondják 8 óra után. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.